Nagyon fontos, mert hogyha az ember, aki mondjuk hallgatja ezt és, és éli ennek a küzdelmét, átlagos ember, átlagos életmenettel, átlagos szexualitással folyamatosan bűntudatban él, mert nem reális egyszerűen elvárni a folyamatos teljes önmegtartóztatást. A podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja aminek segítségével még több izgalmas beszélgetést tudunk készíteni. Szervuszok hodászonás vagyok, és ez az Eternum YouTube csatorna. Nagy szeretettel köszöntünk újra benneteket. A régi videós rovatunkkal jelentkezünk most újra ebben az évadban, amelyben egy meghívott vendéggel egy témát beszélgetünk át. A mai vendégem Cserzita, keresztény pszichológus, akivel a spirituális sérülésekről és sebekről fogunk beszélgetni. Szerusz, Isten hozott a stúdióban. Szia, örülök, hogy itt látok. Azzal kezdenénk, hogy hát mi nem most találkozunk először. Általában azért a vendégeket, ugye, amikor meghívjuk, akkor szinte az az, az első találkozás, de veled ez, erről a témáról már egy ideje azért beszélgetünk. Hogy talált rád ez a téma egyébként? Ö, erre nem nagyon tudok röviden válaszolni. Néhány évvel Van ezelőtt, <laughs> néhány évvel ezelőtt ö, pszichológia képzésen, ö, mesterszakos hallgatóként a szakdolgozatomat írtam. És az utolsó pillanatban ö, szembe jött velem az istenkép fogalma a pszichológiában. És kettő hét volt a leadási határidőig, és én az egész addigi témámat kivágtam a lomtárba, és nekiálltam egy új témának, és ez az istenképek ö, körüli szakdolgozati téma lett az új irány. Ö, az istenképeket vizsgáltam az önértékelés, az elhárító mechanizmusok, a megküzdési mechanizmusoknak a függvényében és annyira beszippantott, hogy azóta folyamatosan, aktívan foglalkoztatott. És aztán telt múlt az idő, és egy Instagram sztoridban láttam, ahogy kiraktál egy könyvet, Anzám Grün. Megbékélés Isten, is Istennel. Igen, Istenmérgezések, Istenképek ö, című könyvét, és annyira megtetszett, hát mondom, nekem erre van szükségem, ezt el kell olvasni, és beszereztem, és elolvastam és ennek kapcsán indult ugye köztünk egy társadalmás, hogy fú, milyen fontos téma, mennyire jó lenne ezzel többet foglalkozni, mint hitbéli, spirituális értelemben, mint pszichológiai értelemben, hogy ez hogy kapcsolódik a személyiségünkhöz, a személyiségfejlődésünkhöz. És hát ugye így találtunk egymásra, ha lehet ezt mondani. Igen. Amikor erről beszélgettünk, és kezdett kialakulni az a gondolat, hogy erről de jó lenne egy videót csinálni, vagy akár többet is, ezt majd meglátjuk, akkor arról beszéltünk, hogy ez egy picit azért veszélyes téma is. Feljöttek a szorongások, hogy úgy mondjam, hogy szabad-e nekünk erről beszélni, nem evezünk-e veszélyes terepre. Mesélsz egy kicsit, mondjuk te, mint pszichológus, hogy milyen, milyen szorongások kapcsolódhatnak -e ez a témához? Ö, nekem az első és legnagyobb szorongás a veled mutatkozás volt. <laughs> nem ö, akartam ezt én kimondani. Ö, igen, nem tudtam elképzelni, hogy azzal a reputációval, amivel te most a, a közbeszédben forogsz, ö, mi találunk közös nevezőt, és együtt tudunk dolgozni. Tehát az első lépés az az volt, hogy meg kellett ismerjelek, meg kellett tudjam, hogy amit képviselsz, az egyébként hiteles, hogy nem tértél el a Jézusi tanítástól, hogy még mindig számodra ez nagyon fontos, és hogy ezek mellett keresel kérdésekre válaszokat, de inkább, hogy teszel fel egyáltalán kérdéseket. Meg kellett barátkoznom a kritikus gondolkodásnak a tényével, hogy szabad kérdéseket feltenni, szabad erről mélyebben gondolkozni, hogy az Isten képeknek a helyes vagy helytelen mi volt, Nem csupán a, a szülői mintákból ö, eredezően jó vagy rossz, hanem lehet ennek egyházi vonatkozása is eredhet egy rossz istenkép adott esetben mondjuk az egyházi tanítás helytelen ö, értelmezésével, vagy ö, olyan ö, problémákra adott válaszokból, amik igazából nem, nem hatékony segítség a kérdést kereső ember számára bennem ez úgy fogalmazódott meg, hogy tulajdonképpen az eredeti Jézusi tanítás és a Jézusi lelkület nagyon könnyen torzul. Ugye például, amit Jézus képviselt, hogy hol van a törvénynek a helye. Ugye éppen a farizósok ellen szólalt fel, akik gyakorlatilag törvényimádatban szenvedtek, vagy törvényimádatban éltek, hogy csak a törvény szövege számít, és ezt betartani, és akkor, akkor vagy jó Isten szemében, hogyha minden aprólékosan betartasz. És erre mondta Jézus, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Nem dobta ki a törvényt az ablakon, nem mondta azt, hogy nincsenek törvények, hanem azt mondta, hogy helyesen kell hozzájuk viszonyulni. És egyébként számomra ez egy nagy felismerés volt, és úgy, hogy én magam is benne voltam, hogy tulajdonképpen a legnagyobb kísértésünk az az, hogy ismét a farizeusok útján járjunk. Hogy a, az Isten helyébe a törvényt helyezzük, és a törvény legyen a, a Balázs gyakorlásunknak a középpontja. Amikor először ezt szóba került köztünk, akkor ugye az első, amit mondtam neked erre, az az volt, hogy oké, okay, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, és, és dilemmákat hozunk be ide a beszélgetésbe, de igazából nincsenek rá válaszaink. És lehet azt mondani, hogy a Biblia rá a válasz, de ugye ahány lelkiállapot, annyiféle értelmezés, ahány prédikáció, annyiféle értelmezés ahányszor olvassuk, annyiféle értelmezés, mikor, hogyan szólít meg bennünket. Nagyon nehézé teszi, hogy nincs egy egyértelmű használati útmutató, hogy így kell Jézusi életet élni, és kész. Tíz lépés, és akkor ennyi. Sokkal <laughs> illetve, könnyebb lenne. <laughs> illetve ö, megfordítom a dolgot, mert szerintem az az a helyzet, hogy nagyon sokaknak van egyértelmű ö, ilyen útmutatója, csak ez nem biztos, hogy az eredeti. És hogy erre, erre nagyon kellene vigyázni, hogy újra és újra azon gondolkodni, elmélkedni, hogy valójában ez a mit tenne Jézus, hogy milyen lelkülettel lenne itt és most 2024-ben Magyarországon Jézus, és hogy aki őt követi, annak milyen lelkülettel kell élnie. Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy amikor arról beszéltünk, hogy, hogy szorongás kell nekem idejönni, egyáltalán kritikusan gondolkozni, és ebbe az új irányba lépni, és hogy szabad-e ezekről itt beszélgetnünk, amikről fogunk, akkor volt egy mondatod, ami nagyon megérintett, hogy ez igazából nem teológiai dilemma, hanem az én szorongásos dilemmám. Ez, igen. Nem, igen. <laughs> És egy, egy intézmény, amit nem lehet kritizálni, az, az már önmagában a véve kérdéseket vált fel. Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a, hit, a hiedelmeink, a hitünk megélése, az sokkal inkább kapcsolódik a, az egyéb személyiségjegyeinkhez, szorongásainkhoz, vagy a szorongásra való hajlamosságunkhoz, vagy éppen Isten, képünkhöz. Isten képünkhöz, és nagyon, nagyon súlyosan tudja torzítani ezt. És ezért érdemes felismerni azt, hogy mi az, amikor bennünk olyan motiváció, van, hogy valóban az igazságot keressük, és mi az, amikor mondjuk az a motivációnk, hogy egyszerűen csak félünk attól, hogy bizonyos megszokott dolgokat elengedjünk, vagy megkérdőjelezzünk, vagy elkezdjünk gondolkodni, tenni lépést az ismeretlen felé. Igen. Nekem volt egy nagyon hosszú önismereti utam, amiben felismertem azt, hogy engem mennyiszer motivált a szorongás, akár abban, ahogy, ahogy prédikáltam. Tehát én azt is megéltem, hogy mondjuk nagyon szorongtam attól, voltak ilyen szakaszok, voltak ilyen témák, nagyon szorongtam attól, hogy a hívek nem fogadják el azt, amit mondok, vagy nem élnek a szerint, ahogy mi hirdetjük, és minél inkább szorongtam ettől, annál határozottabban, erőteljesebben, annál, impulzívabban és intenzívebben beszéltem egy-egy témáról. És fel kellett ismernem például nekem azt, hogy, hogy én nem mertem megengedni sok esetben a hallgatóimnak, hogy felfedezzék a saját útjukat. Hogy én mondjuk megmutatom nekik, hogy a Biblia alapján melyik út lenne az ideális, de hogy megengedem nekik, hogy akár vargabetőkkel, akár zsákutcákkal, akár a saját útjukon, de eljussanak akár ugyanerre a felismerésre. Olyan, mint amikor egy szülő nagyon szorong attól, hogy a gyereke hibázik, lássik, elbukik, és ahelyett, hogy megengedné neki, és megvigasztalná, és, és engedné a visszatalálást, meg az újrapróbálást, inkább mindent elsimít körülötte. Mit okoz ez egy gyerekben? bizonytalanságot önbizalomhiányt, hogy akkor én nem vagyok rá képes, meg nem vagyok elég jó, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég okos, hiszen állandóan félteni kell engem, és állandóan itt van körülöttem a szülőm és vigyáz rám, és, és nem engedi, hogy megpróbálkozzak dolgokkal. Uh -huh. Az én hatékonyság érzés nem tud így kialakulni, hogy hibázok, nem sikerül, újra megpróbálom, akkor ismételten sikerül. A, a saját gyerekemnél láttam ezt egy ilyen nagyon-nagyon szép fejlődési úton, a toronyépítésnél. Ö, nagyon sokszor ugye próbálkozott, próbálkozott, nem sikerült, nem sikerült. És ha én felépítettem volna helyette azt a tornyot, vagy kívülről mondom, hogy ne azt tedd hanem a másikat, hiszen így összedől, akkor soha nem jutott volna el arra az örömre, hogy ő ezt magától megoldotta. És az első sikeres toronyépítés után a felkiáltás, hogy nézd, anya, sikerült, megoldottam, ez minden, minden gyötrelmes próbálkozást <laughs> megért végignézni utólag is, ezt tudom mondani. Valahogy így van talán ez a hitben is, hogyha ha, el kell tudni engedni a gyereknek a kezét, el kell tudni engedni kicsit a híveknek a kezét, és azt mondani, hogy bízom benned, hogy amit én elmondtam, az így vagy úgy, de gyökere és szárba szökken, és lesz a rendménye. Kamaszként később pedig, hogyha ugyanez a szülői mentalitás megmarad, de most már a gyerek szeretné saját magát sokkal erőteljesebben kipróbálni, szeretné magát megtalálni, felfedezni, hogy ő kicsoda pontosan, ugye a személyiségfejlődésnek ez egy nagyon fontos része. És ott is ott van a szülő, és nem engedi hibázni, és, és letiltja mindenről, és otthon tartja, és ülteti a szoknyája szélén, akkor az elmergesíti a viszonyt. Tehát, hogy kisgyerek... Hogyan reagál erre egy kamasz gyerek? még több lázadással, és felnőtté pedig akár a teljes elzárkózással. Most szélsőségeket jelenítek meg, de, de tényleg nagyon szélsőségesé tud válni. Tudod, hogy mi az érdekes, hogy már amikor szemináriumban voltam, akkor nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy az elmúlt 50-100 évben a, az egyház nagyon átalakult. Mondjuk nagyjából 60-70 évvel ezelőtt, most nagyjából időpontokat mondok, még eléggé virális volt a népegyház. A népegyház az egy olyan olyan fajta felépülése volt a, a katolikus egyháznak, hogy gyakorlatilag nem volt kérdés, mindenki jött a templomba, mindenki gyónt, mindenki... Tehát a hívek, most én is lehetszerűsítem, de lényegében elvárt volt a teljes engedelmesség. Ugye akkoriban még, még latinul volt a liturgia, akkoriban a hívek még nem nagyon vonódtak be a misébe, Bejött a misére, leült a pap háttal, mondta latinul a misét, és akkor neki ott részt kellett vennie, mondta a rózsafizet, mi egymást közben. És nagyon érdekes, hogy még 2010-ben is arról beszélgettünk, hogy hát már nincsen népegyház. Már nem jönnek a hívett templomba csak azért, mert azt mondod nekik, hogy kell, uh -huh. vagy csak azért, mert azt mondod nekik, hogy egyébként bűnt követnek el. Uh -huh. A hívő most már azt mondja, hogy majd, ha izgalmas a prédikáció, akkor elmegyek. Majd, hogyha vannak gyerekprogramok, akkor elmegyek. Majd, kamaszodik, kamaszodik a hívőközösség. És ez az érdekes, hogy szerintem kamaszodik a hívőközösség. Hogyha létezik ilyen, hogy mondjuk egy csoportnak a kollektív tudattalanja, vagy a kollektív tudata, hogy kamaszodik. De nem vagyok benne biztos, hogy mi egyházi vezetők, most így mondom, kilépett papként, de hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az egyházi vezetők, vagy akár a papok ezt le tudták követni, ezt a ezt a változást, hogy még sokszor most is ezt várjuk el a híveinktől, hogy hát azért jöjjön, mert én azt mondtam. De mm -hmm. erre egy kvázi kamaszodó hívő azt mondja, hogy hát ez nekem nem elég. Ez nekem nem elég ér, majd én jövök, hogyha úgy érzem, hogy ott a helyem. Igen, elkezdtek, elkezdtek, vagy elkezdtünk gondolkodni, kérdéseket feltenni. Nyilván az internet, hogy nagyon sokféle befolyás, nagyon sokféle információ ér minket, másfajta gondolkodásra hív már önmagában. És ö, nem feltétlenül az egyháznál lévő válaszok jók, de a tálalás az nem mindig. És Ezzel nem olyan értek. módon, nem olyan módon jut el, nem olyan módon, ahogy szükség van rá, nem úgy érkezik meg sokszor. És nagyon érdekes számomra, hogy én belsősként azt láttam, hogy ennek ellenére megyünk tovább ebbe az irányba. Uh -huh. Tehát, hogy nem, nem merünk megállni és azt mondani, hogy mi történik itt, mi zajlik körülöttünk, mi ez a folyamat, próbáljunk meg adaptálódni hozzá. Igen, azt gondolom, hogy az egyház mindig is valahogy a, a világi dolgokkal szembe megy, és szembe is kell, hogy menjem. De van a, a szembehelyezkedés és menetelés között, és a között, hogy mindezt teszi mondjuk úgy, hogy közben mindenkit lesodor maga körül. Uh -huh. Különbség. Mert érthető módon fél a szürke zónától, hiszen akkor, akkor, hogyha ha nem helyezkedik szembe a világgal, akkor ha nem egy csoport ellenében határozza meg magát, vagy hát gyakorlatilag igen, a világi csoport ellenében határozza meg magát, mint egyházi csoport, akkor hogyan? Uh -huh. Akkor hogyan? Akkor mi a definíció? Igen, bár egy egy csoport identitását megadhatja más is, mint, a, mint az ellenségkép, vagy nem tudom. Ez, tehát, ez hogy... a kritikus gondolkodás. És akkor uh -huh. ott vagyunk, ahonnan indultunk. <gül> <gül> Így is van. Nekem van egy... Van egy elméletem, nem biztos, hogy igazam van, de én azt láttam hogy a 20. századi folyamatokban, ugye a 20. század nagyon sok hirtelen és gyors változást hozott. Nem csak a világégések, hanem mondjuk a szexuális forradalom, a, a nyugati kultúra változása, akár az erkölcs változása, és ezzel párhuzamosan zajlott mondjuk a híveinknek a kamaszkora, és ez szerintem annyi változás volt, és olyan nagy arányú változás volt, hogy ezt nem tudtuk lekövetni, és kicsit én ezt most magamra mondom, hogy nem másokról beszéljek, én magam is így éltem meg papként, hogy nagyjából úgy reagáltam rá, mint egy szigorú szülő. Hogy minél inkább azt láttam, hogy, hogy elszalad a dolog, minél inkább azt láttam, hogy egyre több hívő nem a szerint él, ahogy egyébként az egyház tanításában van, annál masszívabban ráfeküdtem arra, hogy minél jobb prédikációk, minél többet beszélni róla, minél több helyen beszélni róla, minél határozottabban beszélni róla, stb. Én ezt, ezt éltem meg. De most így visszatekintve látom az, hogy ez sok esetben kontraproduktív volt. Mm, sok esetben kontraproduktív. Ö, egyébként a te előadásaidat hallgatva, még a, a, amikor még pap voltál, ugye youtube on innen-onnan elért én hozzám is. Én nem éreztem nálad ezt a nagyon erős, moralizáló, mm. vagy nagyon ö, erőltető mentalitást. Ezt köszönöm. <laughs> Így utólag Én is. éreztem magamon, de köszönöm, hogy te ezt. A, nem... a predikációidat nem hallottam, nem hozzád jártam mm -hmm. Szentmisére vasárnap, de ami előadások hozzám eljutottak, én azokat faltam, vagy azok, a, azok mm -hmm. a online szereplések nekem, azok nagyon sokat adtak, és nem nyomasztottak. Tehát, hogyha a nyomasztás egy tízes skála, akkor mondjuk a kettes-hármashoz helyeznél a tízes a kőszikla és nagyon túl <laughs> 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 um, <laughs> Ennek ellenére értem, amit mondasz, tehát, hogy abszolút is egyet is értek vele. Az, hogy a, a szexuális forradalomra, a változásra, a, az erkölcsi fellazulásra az egyháznak volt egy, egy odalépősebb, karakánabb, de már pedig típusú válasz. Ez egy teljesen természetes reakció. <laughs> és az irány kielölésére jó hogy azért ha hó, ez lenne az irány, de onnantól kezdve, hogy ez az iránykijelölés megtörtént, ahogy mondjuk egy kamasz gyerek is egyszer-kétszer mondjuk elkezd le részegedni, és a szülő erre egyszer-kétszer azt mondja, hogy figyelj, ez így nem oké, nem erre tanítottalak, ez nem fér bele, ne csináld. De onnantól kezdve pedig a példamutatás az, és az elérhetőség, ami valójában mm. segítséget tud adni. Az elérhetőséget úgy érted, hogy? Látom, hogy rossz úton jársz, itt vagyok, itt vagyok, hogyha itt egy biztonságos lesz. háttér. Igen, és a biztonságos háttér nem szíd, nem kritizál, és nem kert bűntudatot. Uh -huh. nem azt mondja, hogy itt vagyok, szeretlek, nálam van az élet, nálam van egyébként az igazság is. Csináld csak, csináld, tapasztald, érd el a falat, nézd meg a határaidat, semmi gond. Itt vagyok, várlak, gyere vissza. Tehát ez olyan, mint a tékozló fiú apja. Abszolút. Aki azt mondja, Abszolút. hogy ha ez a te utad, akkor menj. Abszorban. Én tudom, hogy ez hova fog kifutni, de ezt nem Igen. mondom. Menj nyugodtan, neked kell felfedezni, és amikor visszajössz, akkor nem azt mondom, hogy na ugye? Így van. Hanem, hanem szeretlek, egy biztonságos közeget biztosítok. Meg nem küldök gyűlöködő leveleket, amíg oda vagy. Hogy na látod? Uh -huh. Na, látod? Meg hogyha ezt folytatod, akkor soha többet. Meg hogyha ezt folytatod, akkor ez meg az meg amaz. Akkor nem vagy a fiam is. Így nem. van. Tehát tulajdonképpen van. az egyháznak egy ilyen biztonságos közegnek kell lennie. Egy biztos bázisnak. Egy biztos bázisnak, ahonnan, hogyha valaki elcsatangol, akkor is ítélkezés nélkül várjuk vissza. Így van, így van. Muszáj ide tűznöm egy kis megjegyzést, egy kis élményt, mert beszélgettem a pszichológusommal, és valahogy arra terelődött a szó, hogy mennyire fontos számunkra a biztonságos közeg, ugye ez a fajta elfogadó környezet, amiben megélhetem azt is, hogy csetlek botlok, megélhetem azt is, hogy rossz vagyok, akkor is szeretnek, hogyha valamit rosszul csinálok, vissza tudok térni, oda van megbocsátás, stb. És nyilván keresztény pszichológus volt, akivel erről beszélgettem, és nyilván feljött bennünk az, hogy milyen jó lenne, hogyha az egyház ilyen lenne. És akkor így megkérdezte, hogy de András, figyelj, van ilyen smiről élményed? Hol élted meg először azt, hogy egy olyan közösségbe tartozol, ahol igazán önmagad lehetsz, ahol nem kell azon szoronganod, hogy most elrontottam valamit, vagy most, most mit gondolnak rólam a többiek. És képzeld el, azt mondtam neki így visszagondolva, hogy akkor találkoztam először ezzel, amikor pszichodámával mentem. Aztán. A... És hogy a pszichodráma tudott bizonyos értelemben olyan és most így értem, keresztényi közeg lenni, ahogy egyébként Jézus is viszonyult az emberekhez. Milyen érdekes, hogy, hogy Jézusnak nem az volt az első szava azokhoz, akik hozzájöttek, hogy betartottad a tíz parancsolatot? Ja, akkor ellenőrizzük le, hogy jól csinálod de és akkor utána majd akkor leülök veled. Az Isten képemről beszéltél. Ugye? <laughs> Igen. Hanem, hanem, Jézus, Jézus azt mondta, hogy gyertek, üljünk le, együnk. Vámosok és bűnösök barátja. És az emberek ettől a, ettől a Elfogadástól, ettől a szeretettől, ettől a feltétel nélküliségtől lettek jobbak. Uh -huh. Egyszerűen ez ebben a közegben tudunk növekedni és jobbá lenni, és nem akkor tudunk növekedni és jobbá lenni, hogyha a fejünkre olvassák a bűneinket. A munkám során is sokszor azt tapasztalom meg, hogy ö, nulladik lépés a, a másik emberrel elfogadtatni azt a bajt, nehézséget, szenvedést, amiben van, és csak megállni amellett, ami van. És, és abból tud elindulni tényleg egy növekedés, egy fejlődés, hogy én elfogadom, hogy ő milyen, és ő is elfogadja azt, hogy hát én ilyen vagyok, ezzel dolgozunk. És akkor tényleg lehet mivel dolgozni. Definiáljuk. Mit értünk spirituális sérülés alatt? Azokat a sérüléseket és sebeket, amiket olyan emberektől kapunk, akik valamilyen módon a hitbeli fejlődésünk, a hitéletünk, a spiritualitásunk útjának a része. Mondom, hogy mire gondolok. Ilyenek például a szüleink, akiktől ugye a, a hitünket, mint örökséget, vagy a vallásos nevelésünket kapjuk. Ilyenek lehetnek a tanáraink egy egyházi intézményben. Ilyenek természetesen a papok, a másik hívő keresztény, aki az élete példájával, meg a templomban mellettem ülve, meg vasárnap, aztán kétszót váltva valamilyen befolyást ö, gyakorol rám és bárki és bármi, ami aki a hitünket valamilyen módon befolyásolni tudja, és aztán ebben a kapcsolatban így vagy úgy, de megsebez. Mi, mi az oka egyébként ennek a sebzésnek? Hogy miért, most hülyén hangzik a kérdés, hogy miért van neki szüksége arra, hogy megsebezzen, de hogy, hogy honnan ered ez, ez, a, ez a sebződés? Hát erre a legegyszerűbb válasz, hogy mert emberek vagyunk, és nem vagyunk tökéletesek. hordozzuk a saját sérültségeinket, amik aztán ugye vagy feldolgozottak, vagy nem. A személyes életemben nagyon fontos élmény és felfedezés volt az, hogy én hiába dolgozok a saját traumáimon, sebeimen, nehézségeimen, sérüléseimen, Ö, fel tudom őket dolgozni, persze, de az automatikus működéseim, az automatikus válaszaim akkor is ezekből erednek majd, ha már én ezeket feldolgoztam. És ha valaki adott esetben fel se dolgozta, nem tud ö, saját magában objektíven rátekinteni, hogy hopp, itt most azt szerint működöm, ahogy én az apukámtól hallottam, mondjuk. És lehet, hogy ezre a másik embernek most itt pont nincs szüksége, akkor nem tudom felülírni ezt a működést magamban, és adom tovább a sérülést a feldolgozatlan sérüléseink további sérüléseket szülnek. Például, igen. Mi is sebződünk, és aztán ezt adjuk tovább. Ha jól tudom, spirituális sérülés elég sok formában megvalósulhat. Szerintem most vegyük végig, hogy milyen, milyen formákban tudjuk elszenvedni ezeket a spirituális sérüléseket. Ő jól mondtad, változatos formában. <há> Ö, egyik a csalódás, amit talán így a legelőre hoznék, amikor csalódunk a az egyházban, egyházi személyben olyanban, aki fontos nekünk a hitünk kapcsán, és ezt mondjuk Istenre vetítjük, akkor már is ugye a rossz Isten járunk, de maradjunk csak a csalódásnál, például nem is tudom, mondjuk egy pap, akit valaki követ és kilép, vagy valami botrány fűződik hozzá, akkor ott rögtön, akik őt szerették, követték, figyeltek rá, imádkoztak érte, rögtön egy hatalmas csalódást élnek át. egy bizalomvesztést is átélnek, hogy ahogy eddig bíztam benne, eddig szerettem, akkor most lehet, hogy az egész nem volt igaz, amit mondott, ami történt, stb. Igen, és egészen a, a hit, az egyház, meg a, a saját ö, tapasztalatainak a megkérdőjelezéség is eljuthat, hogy akkor most egész addig, amiben én hittem, akit én követtem, az mennyire volt hiteles most, hogyha ő így viselkedik, akkor nekem is lehet-e? Hogyha ő így viselkedik, de közben valami teljesen másról beszél, akkor hol van az igazság? Nagyon nagyon szép, de nehéz feladata egy papnak egyébként az idősekhez, haldoklókhoz járni. És azért hozom ezt most ide, mert a tíz év alatt több alkalommal volt olyan, hogy, hogy elmentem idős emberekhez, olyanokhoz, akik már mondjuk nem tudnak kimozdulni a lakásukból, ezt hívjuk első péntekes beteglátogatásnak, és nagyon sokszor szembe jött velem az a mozzanat, hogy egy idős beteg ember visszaemlékszik, és azt mondja, hogy 50-60 évvel ezelőtt nekem a plébánosom azt mondta, hogy leordította a hajamat, nem tudom, csalódtam benne, mert, és hogy Addig a pillanatig hordozza magában ezeket a sebeket. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy, hogy mondjuk most, most 80-90 éves, most itt beszélgetünk, én már nagyon nem az a plébános vagyok. tehát hogy én, 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 És hogy még mindig hordozza a sebeket. És találkoztam olyannal is, aki egy ilyen élmény hatására azt mondta, hogy soha többet nem megyek templomba. Uh -huh. Ugye megtörténik ez, hogy összekapcsolja. A, az ő egy rossz élményét egy bizonyos emberrel összekapcsolja teljesen a hitével, az Istennel és az Isten kapcsolatával. Igen, ö, hát nagyon hasonló tényleg a szülő-gyerek viszonyhoz. Tehát, hogy amit, ö, amit a, a gyerek is kap az otthoni nevelés során, ugye azt mondják, hogy a gyerek életének az első 6-7 évében kapott minta, értékrend, erkölcsés és elvárásrendszer, ami belsővé válik, és aztán onnantól kezdve ehhez nyúl az élete során, vagy ezt haintja ki, ha nem találja jónak, kamaszként majd, és ahogy gyerekeknek is beég egy-egy mondat, amit a szülője mondott, egy-egy érzelmileg terhelt szituációban, ugyanúgy a hit fejlődése során, a hit életünkben is, a hitnek a, a fejlődési szakaszaiban is be tudnak égni mozzanatok, amik aztán az alapjait jelentik a hitünknek, az istenképünknek, a, az egyházhoz, az egyházközösséghez való hozzáállásunknak. Idehozok még egyet, ez pedig a fanatizmus, illetve majd a fundamentalizmus. Ugye fanatikusok azok, akik tomboló lelkesedésbe esnek a hitükkel kapcsolatban, akik mindenkit meg akarnak téríteni, de igazából az ő esetükben nagyon gyakran egy elfolytott indulat van az egész mögött. Vagy a... szorongás. Vagy szorongás. Tulajdonképpen egy fanatikus azzal ellensúlyozza a saját, saját agresszivitástól való félelmét, hogy kifele éli ki az agresszivitását a, a hite nevében. Nekem ez jutott eszembe, amikor például az olimpiai megnyitó volt, és olvastam az erre adott reakciókat, hogy amikor valaki ennyire gyűlölködik, fröcsög, ekkora energia szabadul föl benne, akkor tulajdonképpen itt valószínűleg az van, hogy a saját belső energiáival nem tud mit kezdeni, a saját belső... Uh, haragjával, indulatával, agresszivitásával nem tud uh, mit kezdeni. Szorongásával. És, ez, és szorongásával, igen, hiszen igen. a harag gyökere a szorongás. És nagyon érdekes, hogy általában az ilyen emberek uh, azzal validálják a, a saját agressziójukat, azzal kenik föl szentnek ezt az agressziót, hogy azt, akire zúdítják, azt azonosítják a sátánnal. Hogy mm -hmm. ő a sátán követte, ő a sátán útját járja, ő, ő a gonosz, és hát a gonosz ellen lehet küzdeni, lehet harcolni, lehet lehet pocskondiázni, lehet bármit csinálni. Ugye ez azért eléggé messze áll attól a lelkülettől, ami Jézus lelkülete. És ennek a, a kis testvére a fundamentalizmus. A fundamentalizmus gyökere is egyébként a szorongás. A fundamentalista az, aki annyira fél attól, hogy a törvényt megszegi hogy, hogy minden lesz a törvény. Nomolatria lesz belőle, törvényimádat lesz belőle, ugye ez az, amikor mondjuk a Biblia azt mondja, hogy Isten nevét hiába nevedd, erre a fundamentalista azt mondja, hogy akkor soha nem mondom ki. Uh -huh. Ha hogy, itt a határ, akkor én Ha őt itt a határ, előre, akkor megállap. kitolom a határt. Ez, tök érdekes, hogy ugye, ugye Jézus korában, ez még a Brian élete is meg, <gül> <gül> megjeleníti, hogyha valaki kimondja Isten nevét, akkor megkövezik. Ugye a Brian életében van egy ilyen uh, jelenet. De igazából a tóra sehol nem tartalmazza az, hogy nem szabad kimondani Isten nevét. Uh -huh. A tóra azt tartalmazza, hogy hiába, tehát hogy fölöslegesen, hogy rossz kontextusban, stb. Amit egyébként mi keresztények tartunk is, tehát mi kimondjuk Isten nevét, de nem káromkodunk. De ott a fundamentalista azt mondja, hogy akkor inkább kitolom a határt, hogy nehogy véletlenül e, átlépjem, és ezért, ezért egy ilyen biztonsági zónát hozok létre. De ennek is tulajdonképpen a gyökere a szorongás. A szorongás igen, az attól való félelem, hogy csak nehogy hibázzak. Csak nehogy hibázzak, mert mi van akkor, ha hibázok. És valójában mi van akkor ha hibázunk. Igen. Hogyan tekintek magamra, hogyha bűnkövetek el? Mi a fantáziám Isten hogyan tekint rám, miután követtem el. És ezzel igen. kapcsolatban nagyon sok szégyen, nagyon sok szorongás van bennünk. Miközben. És ez tök érdekes, hogy a Biblia maga tanítja, és ez az emberi alaptapasztalat is hogy nem tudunk nem követni, nem, nem tudunk nem elkövetni bűnt. Hát ha otthon ülünk, és nem csinálunk semmit, és nem megyünk ki a világba, akkor is bűnt követünk és az el. Az a vicces, hogy igen, akkor is bűnt követünk Mert el. Mert akkor nem kamatoztatjuk a, az értékeinket, nem kamatoztatjuk a... Ezt csinálja, az a bizonyos talentumos példabeszédnek, az a bizonyos szolgálja, aki végül elássa a talentumát, ugye? Így van. Tehát ez, konkrétan... ez az öttel bejjebb, mint a határ. Csak nehogy Igen. kockázatot vállaljak. Igen. És Jézus pont, hogy ezt a lelkületet ostorozza, hogy a szolga nem teszi jól, hogyha nem vállal a kockázatot, és nem lép ki a, a világba. Akik nyertek, ők kimertek lépni a szürke zónába. Úgy Igen. vigyázni a pénzre, hogy közben kockázatot is vállaltak. Van egy speciális terület, ez pedig a spirituális visszaélések. Tudsz mesélni erről? Igen, gyakorlatilag a spirituális visszaélések egy olyan rossz bánásmódot jelentenek a, a segítségkérő emberrel, aminek mentén őt kihasználják, elbizonytalanítják, meggyengítik. Tehát, hogyha valaki az életének a személyes problémáival felkeres mondjuk egy lelki vezetőt, és ott ahelyett, hogy érzékeny, empatikus, elfogadó légkörben hatékony segítséget kapna, helyette mondjuk moralizáló teológiai gondolatokat kap, egy kis bűntudatkeltéssel megspékelve, vagy, vagy mondjuk adott esetben a probléma lerázásával találkozik, hogy hát ez nem is olyan nagy probléma. Vagy, ez nem vagy is akár is azzal, nagy azzal nagy hogy uralkodni bűn. akarnak rajta befolyás alá vonni. Igen, vagy, vagy berántják, igen, ez már egy elég szélsőséges példa, de előfordulhat. Például a szektavezérek mondjuk. Igen, igen, igen azokkal mind-mind gyakorlatilag az embernek a kihasználása, odakötése történik meg, és ez nagyon hasonló dinamika, mint a szexuális visszaélés. Tehát itt is összekeveredik a segítségkérőben, vagy összekeveredik az áldozatban az az érzés, hogy dühös vagyok, mert érzem, hogy nem azt kaptam, igen, kihasználnak, Másrészt ott van, hogy hiszen ő egy vezető személy, mi van, ha igaza van, mi van, hogyha ő az, amit, amit képvisel, ő az, aki helyesen gondolja, és én vagyok az, aki, aki nem. Igen, ez a nagyon nehéz dinamika, hogy elbizonytalanodok benne, hogy most a saját megérzéseimnek higgyek, a saját tapasztalataimnak higgyek, vagy pedig a, a spirituális vezetőmnek higgyek, aki, aki azt mondja, hogy ő már pedig Jézus szavát közvetíti, az ő szava Isten szava, és rajta keresztül Szentlélek szól, és hogyha én ezt megkérdőjelezem, akkor rossz úton járok, ha mondjuk kilépek ebből a kapcsolatból, vagy ebből a csoportból. Akkor a pokorra akkor, jutok. Akkor a pokorra <laughs> jutok, mi egymás. Tehát hogy, hogy, és ez a kettősség alakul ki, ami egyébként, ahogy mondtad, az abúzus esetén is kialakul. Így van. És nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát azt sem kell rögtön feltételezni, hogy ezek szándékos kihasználások hanem egy, egy helytelenül csomagot. Tehát, hogy az irány, az érték, amit az egyház képvisel, vitathatatlan, és nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy nem jó és helytelen. Tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy, hogy, hogy ezzel lenne probléma, hanem a tálalással, vagy azzal, hogy ahogy az emberek, akik képviselik az egyházat, és mondjuk ezeket az értékeket és irányokat szeretnék átadni, ahogyan ezt a saját szülőjükön keresztül kiteszik az emberekre. Nagyon sokszor ezekből alakulnak ki ezek a kihasználások, félreértések, sérülések, visszaélések. Én bízom benne, hogy a nézők nem gondolják azt, hogy általánosítunk, és nem gondolják azt, hogy minden lelki vezetőre, vagy minden papra vonatkozik ez, és éppen ezért most ide szúrok néhány személyes élményt, hogy én például nagyon szerettem idős atyáknál gyónni. Mert az idős atyák képesek képviselni azt a nagyon hogy mondjam, azt a nagyon bátorító, nagyon felemelő, nagyon támogató hozzáállást, amikor így, nem is tudom, volt egy ilyen élményem, jártam egy ilyen 90 körüli atyához gyónni, és, és, így elmondtam neki tényleg, hogy jaj, ezzel küzdök, azzal küzdök, meg jaj, hát ezt csináltam, és úristen, hát milyen, milyen ember vagyok, és akkor így nézett, mosolyogott, és akkor azt mondta, hogy jól van, András, akkor most, amikor innen kimész, tegyél valami jót. És akkor így annyira jó volt, hogy így mosolygott, hogy így elfogadta, nem kezdettem moralizálni, nem olvasta a fejemre, hogy én mit mi, mi csináltam, és hogy hogy lehetek ilyen ember, ami azt mondta, hogy jó van, ezt letetted, most menj ki, és tegyél valami jót. És akkor ez volt a, a penitencia, az elégtétel a gyógyás után, hogy, és akkor mentem ki, és akkor csináltam valamit. Csak hogy, hogy az nem is igazán mondott semmi extrát. Csak pusztán az, ahogy viszonyult hozzám, az nagyon-nagyon gyógyító volt. Mert nyilván... Biztos ha ő bázisként ott, Igen. Mert ha ő ott elkezd moralizálni, és azt mondja, hogy de hát ez, ez, ez a bibliai parancsolat ellen mentél, meg az, az, az a, a, nem tudom, hanyadik parancsolat, meg nem tudom micsoda, én azt tudom. Tehát azért mentem oda, mert tudom. <gül> <gül> és teljesen fölösleges lett volna még a fejemre olvasni, de az, hogy hogy gyakorlatilag rám nézett, is, és azt mondta, hogy ettől még nem vagy rossz ember, ettől mm. még nem, nem vagy egy söpredék, ettől még van helyed az egyházban, van helyed Istennél, most akkor próbálj meg tenni valami jót, próbálj meg lépést tenni abba az irányba, hogy ezeken a dolgokon javíts. Nekem van még egy dilemmám, hogy papként azzal kellett szembesülnöm, hogy az egyház jelenlegi erkölcsi tanítását több ponton szinte lehetetlen betartani. És ezért mondom, hogy szinte, hogy elkerüljük azt a... Elkerüljük a szélsőségeket. Elkerüljük a szélsőségeket, de hogy, hogy amikor nekem már a szemináriumban azt tanították, hogy bizonyos bűnökre a gyónásban majd ne kérdezzünk rá, ha nem mondja a gyónó, ne kérdezzünk rá, mert úgy is biztos, hogy elköveti, és ezért inkább ne nyomasszuk őt ezzel, akkor úgy felmerült bennem, hogy de akkor hogy van az, hogy olyan szabályaink vannak, amit gyakorlatilag senki nem tud betartani? Mit, mit okoz egy közösség tagjaiban, hogyha betarthatatlan szabályokkal szembesülnek? Egyrésztről ez a kérdés megszólítja bennem a pszichológust, másrésztről a hívő keresztényt. A pszichológust abban az értelemben, hogy a személyiségfejlődésnek, a fejlődésmenetnek vannak egyszerűen olyan állomásai, amik például az egészséges fejlődésmenetben kikerülhetetlenek. A saját test felfedezése, az önkielégítés, ez például tipikusan ilyen téma, amin ugye az egyházban is nagyon sokat rugóznak, ha szabad így fogalmaznom, és ugye az emberek is megélik azt, hogy, hogy hopp, ide eljutnak, nagyon sokan már csecsemőként, gyerekként észreveszik, hogy hopp, van rajtam egy örömgomb. És akkor azt elkezdik nyomogatni, és a szülő kétségbe esik, akár hívő keresztény, akár nem, hogy te jó ég, mit csinál a gyerekem. És akkor a gyerek ezt használja, és élvezi, és csinálja kisiskolásként, óvodásként, bölcsödésként, és tényleg egész pici kortól, és ugye tudjuk, hogy kamaszkorig, vagy kamaszkorban legkésőbb mindenki eljut idáig, minden ember. És akkor itt jön a határ, hogy ugye azt tanítja a katolikus egyház, bár ezt te biztos jobban tudod, én a, a hittanulás és hittanérettség is tudásomat <laughs> tudom előhívni, hogy a bűn az, amit tudva és akarva követünk el. Most tegyük fel, hogy valaki jár templomba, közbe felfedezte a saját testét, meghallja ott, hogy ez bűn. Onnantól kezdve ő tudva és akarva folytatja mondjuk adott esetben az önkielégítést, hiszen az tudjuk, hogy tud egy függőséget okozni, függőségre leállni, már nem csak ilyen pillanat alatt történik. Jó, akkor most meghallottam, és akkor hónaptól nem csinálom. Így van, így van, de ha nincs függőség, akkor is egy saját magát felfedező kamasznak egyik napról a másikra leállni azért, mert egy bűntudat ehhez most már társul, nem működik. Tehát, hogy ilyen nincsen. És akkor közben meg ott van az egyházi tanítás, ugye, hogy a házasság előtt szexuális együttlétet ne létesítsünk, önkielégíteni, pornót nézni bűn, amik mind valódi, valós értékek. És nem mondhatja az egyház, hogy oké, okay, azért, mert ti nem tudjátok betartani, akkor lazítunk a szabályokon, hiszen nyilván nem mondhatja ezt. Akkor mit mondhat? Ez az. És ezért erről beszélgettünk ugye nagyon sokat, hogy hogy tudunk úgy leülni beszélgetni, hogy kérdéseink vannak, de valódi válaszaink nincsenek. Vagy mondok még egy dolgot, ugye 100-200 évvel ezelőtt nem 25-35 évesen házasodtak az emberek, hanem 18-19-20, azelőtt meg még korábban. Ő gyakorlatilag a kamaszkor végével egybeesett a, az első szexuális együttlét a házasságban. Mert nem volt kérdés az, hogy már három évesen vagy három hónaposan eldöntik a gyerek feje fölött, hogy kihez fog férjhez férhez menni vagy feleségül menni. És akkor kész az volt, betöltötte a 14-15 éves kort, és amint ugye szexuálisan is élet lett, már kvázi benne volt a házasságban, úgymond esélye nem volt házasságon kívül önmagát felfedezni, vagy pedig házasságon kívül szexuális együttlétet ö, átélni. De most egy teljesen más társadalomban vagyunk, és ö, szakmailag nézve nem reális elvárás, hogy 25-30 évig valaki teljes zéró önmegtartóztatásban éljen. Nem reális azt képviselni, hogy tilos, és soha, és ne, mert a pokolra jutsz. De ugyanakkor annak, hogy az egyház ezt képviseli, hogy házasság előtt ne feküdjenek le a felek, meg hogy füvefával ne legyenek együttlétek, ezeknek mind megvan nem csak teológiai, de egyébként a pszichológiai kutatási alapjai is, hogy miért nem érdemes ilyen életet élni egyébként. Megoldhatatlan. <laughs> nem? És abszolút, és most tényleg az van bennem, hogy erre most nem tudunk választ adni, de azért legalább, hogy felvetjük a kérdést, az szerintem fontos. Nagyon fontos, mert hogyha az ember, aki mondjuk hallgatja ezt és, és éli ennek a küzdelmét, átlagos ember, átlagos életmenettel, átlagos szexualitással folyamatosan bűntudatban él, mert nem reális egyszerűen elvárni a folyamatos teljes önmegtartóztatást. Ö és akkor most ő elgondolkozik, és meghallja hogy tényleg nem reális elvárni tőlem, hát akkor megkönnyebbülök, mert akkor nem én vagyok egy utolsó gyenge valaki. Igen. Hanem, hanem, tényleg ez egy, ez egy nagyon nehéz helyzet, amiben benne vagyok. törekszem a jóra, de elbukom, és elbukhatok. És ebben megnyugodni. És nyilván ebben a videóval nem az a szándékunk, hogy tanítsunk, vagy összezavarjunk embereket, hanem mondjuk, hogy felvessünk olyan kérdéseket, amik igazából már szerintem rég felmerültek. Van. Csak még nem merünk szembesülni azzal, hogy, hogy akár ezen a területen, akár más területen is érdemes leülni, érdemes lenne leülni, beszélgetni, hogy hogyan tud az egyház segíteni a híveknek mondjuk ezeken a területeken. Akkor így fogalmazom meg. Így van, igen. igen. Szeretnék idehozni egy konkrét idézetet az Imént említett Anzem Grün könyvből, ami engem nagyon szíven ütött, mert Anzem Grün a rendszerekről is beszél, amelyekben spirituális visszaélés folyik, és így definiálja ezt. Ezekben a vezetők például nagy súlyt fektetnek hatalmi helyzetükre, mindenkitől engedelmességet és alázatot várnak el. Ahelyett, hogy lehetővé tennék a lelki növekedést, egyoldalúan a korrekt, külső viselkedésre összpontosítanak. Kimondatlan szabályok vannak, amelyeket nem szabad áthágni. Ha megneveznénk őket, akkor a tagok rögtön felismernék, hogy mennyire értelmetlenek. Amivel kimondatlanok maradnak, nagy a hatalmuk, áthágásukat pedig keményen büntetik. További szabály, hogy kívülállóknak nem szabad a közösségről beszélni, a közösségben pedig nem szabad szóba hozni a valódi problémákat. Hát ez engem gyomorszájon vágott, amikor először olvastam, hogy hogy mennyire könnyen belecsúszunk egy ilyen dinamikába, mi is keresztények, szerintem a keresztény közösségeinkben. Nem, abszolút egyetértek, igen. igen Nagy veszély minden csoportnál ez. Tehát keresztény csoport, ilyen csoport, olyan csoport. Nagyon könnyen el lehet menni értékvédelem címén egy olyan irányba, hogy akkor itt kérdésnek helye nincs, és az van, amit lefektettünk is és amit a vezetők mondanak, és akkor, és akkor az kvázi úgymond a szentírás. Ha valaki úgy érzi magát egy közegben, hogy itt kérdésnek helye nincs, és mindent készen kapottként el kell fogadni, és ugye említettem már tilos kritizálni, akkor, akkor ott, ott el kell gondolkozni azon, hogy mennyire is vagyok biztonságban itt, a saját fejlődésem szempontjából, ez mennyire jó nekem, mit tudok én tenni azért, hogy ezeket a problémákat akár adott esetben behozzuk is, beszéljünk róla, és akkor tárgyaljuk újra, hogy mik a csoportszabályok pontosan. Nagyon, nagyon, érdekes egy élményem a szemináriumból, hogy, hogy ott tanítottak az alapvető elvárásokra, alapvető erkölcsre, nem tudom, erényekre mi egymásra, és hogy például, amikor az engedelmességről volt szó, ugye a papszentelés kora, a szentelendő oda térd el a püspök elé, és a püspök így a két tenyerek közé fogja a papnak a kezét, és így a szemébe nézve megkérdezi, hogy ígérsz -e engedelmességet nekem is utódai Erre mi viccesen elmormoljuk, hogy miért vannak utódai, de ez csak a, a belső egyházi poén, nem? Erre az a válasz. Á, min, á mindenem viccelőtünk, poénkodtunk kisbapkorunkat, de a komoly az, hogy erre az a válasz, hogy euh, ígérek. Uh -huh. És amikor nekünk tanították az engedelmességet, akkor nagyjából az volt a, az eszme, hogy a püspöknek mindig mindenben engedelmeskedünk, kivéve, hogyha bűnre akarna minket ö, utasítani, az az egy határ, de azon kívül mindenben engedelmeskedünk. És hogy ez tulajdonképpen létrehoz egy olyan közeget, ahol neked olyan nagyon nem lehet beleszólásod, nem lehet kérdésed, nem lehet ötleted. Nem te vagy a püspök, majd a püspök eldönti. Na de mennyiben működhet jól az a rendszer, ahol nincsen átjárás, nincsen dinamika, nincsen összekapcsolódás a fönt és a lent között, és nem tudunk hatni egymásra, nem tudunk alakítani egymáson? Ez egy rendszeren belüli két csoportról beszélünk, ugye, vagy egy ilyen aláfölé rendeltségi viszonyról, és ha nincs e között átjárás, ahogy te fogalmaztál, vagy kommunikáció, az mindig gyakorlatilag egy csomó nehézséget, feszültséget, szorongást ö, szül, hiszen akkor nem is tudod, hogy... Tehát, hogy akkor egy folyamatos bizonytalanságban vagy azt illetően, hogy akkor most mit szabad, hogy szabad, hol vannak ezek a határok egész pontosan. Nem kölcsönösségen alapul, hanem egy ilyen fentről lefele irányú... Ö, hát konszenzusnak lehet ezt mondani? Mert konszenzusnak nem mondanám. Tehát konszenzus. <laughs> nem tudom. Igen. Erről is egy, egyébként egy ilyen gyereknevelési példa jutott eszembe, amikor egy szülő sokszor használja azt, hogy csak azért, mert megmondtam. Azért, mert én vagyok a szülő. Akkor ez is egy ugyanezt a bizalmatlanságot, bizonytalanságot, megint csak az én hatékonyságnak a csökkent érzését eredményezi a gyerekben. És azokban a helyzetekben, amikor tényleg arról van szó, hogy most kérdés nélkül engedelmeskedni kell, mert például zebra van, és piros lámpa is meg kell állni, és azért kell megállni, mert azt mondtam, annak nem lesz felhívó jellege. Uh -huh. Annak nem lesz felhívó jellege. Akkor az, csak már megint csak ezt mondja. Akkor próbáljuk ki, hogy mi van, hogy mennyire gondolja komolyan, mi van mögötte. Tehát egy lázadáshoz Hát abszolút. Ha egy darabig le lehet ezt ő, nyomni a, a gyereknek a torkán, vagy az embereknek a torkán, hogy azért mert azt mondtam. És egy ponton túl viszont elkezd kérdéseket felvetni, hogy hogy oké, okay, de miért is elég érv nekem az, hogy mert a másik azt mondta. És a gyerekben is, és akkor elkezdi feszegetni a határokat. Beszéltünk arról, hogy sok mindenre nem tudjuk a megoldást ebben a videóban, meg hát mi magunk sem tudjuk a megoldást. De szeretném, hogyha a végén legalább arra egy megoldást ajánlanánk a nézőknek, hogyha magukra ismernek bármilyen mozzanatban, akkor mi a következő lépés, mi a, mi a teendő? Uh -huh. ö, az első az az, ö, valószínűleg, hogy haragszanak ránk. Ö, én is nagyon sokszor haragudtam a, a podcastokra, mert olyan kérdéseket indítottál bennem, amin ő kell, de kellemetlen gondolkozni. És ami magától egyébként nem vetődött volna föl bennem. És miután ezen a haragon túlléptek, és, és, és sikerült megnyugodni egy kicsit, akkor lehet elkezdeni gondolkozni azon, hogy jó, de akkor most hogyan tovább? Érzem, hogy nem az, nem az igazi az Isten képem. Érzem esetleg, hogy spirituális visszaélésnek az áldozata voltam, vagy vagyok aktívan. Érzem azt, hogy egy nyomasztó légkör vesz körül, ami nem, nem a fejlődésemet segíti elő. Ö, tehát egy, a probléma felismerése az első lépés, és akkor a következő lépés az a segítségkérés. Ö, olyan külső hiteles szemétől, aki biztos bázisként tud viselkedni. Aki lehet egy lelki vezető is. Lehet egy lelki, lelki vezető. egy pap, vagy pszichológus? Egy pszichológus, egy szakember, egy csoportterápia, egy, egy másik keresztény barát, akinek ö, tudjuk, hogy támaszkodhatunk, a hitére támaszkodhatunk, hiszen biztonságos személyként megjelenik az életünkben, és vele átbeszélni ezeket a dolgokat. Itt azért zárójelben megjegyzem, hogy mi, a mi fejünkben már jelenlődik egy gondolat, hogy januártól indítunk egy ilyen önismereti csoportot, ami ezzel a témával fog foglalkozni, és ami ebben a fejlődésben segít majd. Igen, igen. Ö, egész pontosan egy pszichológus, teológus vezette keresztény önismereti csoportról van szó. Ez a pontos. Hogyha már, <laughs> hogyha már lúd legyen kövér, igaz, akkor beszéljünk róla rendesen. A, nagyon sokszor azt találtam én is a, a szakmám során, ö, keresztény emberekkel foglalkozva, hogy egy torz istenkép nagyon-nagyon megnyomorító és hátráltató tud lenni a személyes fejlődésben és a Grün olvasva, és egymással beszélgetve pattant ki a fejünkből ez az ötlet, hogy akkor indítsunk egy csoportot, ahol az emberek rá tudnak nézni az Isten képükre, rá tudnak nézni a spirituális sérüléseikre, és be tudják ezeket gyógyítani, vagy együtt be tudjuk ö, gyógyítani csoport szinten, együtt el tudunk. Pingulni. Egy csoportot, ami biztonságos háttér, Így van. ami biztos közeg. Igen. Vár. <laughs> <laughs> ez azért is fontos, mert Gyakran tapasztalom azt, hogy ugye a legtöbb pszichológiai podcast végén elhangzik, hogy keress segítséget, és akkor ott áll az ember, hogy jó, de hol most googlizzam meg, hogy melyik pszichológus ér rá, akkor nagyon kevés pszichológus Meg ez egy speciális van, terület. És nagyon ez egy speciális, speciális terület. terület. Úgyhogy hát már csak néhány hónap, amíg még előkészítjük a csoportindulást is mm. januártól, láncsoljuk a csoportot. Így van, így van. Mivel ebben a videóban azért én azt gondolom, hogy megkapargattunk sebeket, vagy feltártunk, sokaknak, sokakban nehéz érzéseket. Szeretném, hogyha bátorítással zárnánk. Számomra nagyon fontos az, hogy Krisztus átol el engem a sebeimmel, a bűnösségeimmel együtt. És én nagyon sokszor szoktam adni embereknek elmélkedésre Jézust a kereszten. Azt a jelenetet, amikor Jézus a kereszten van. Két nagyon fontos mozzanat van itt. Az egyik az az, ahogy ő viszonyul a jobblatorhoz ugye, hogy még ott is az agóniában, nem tudom, percekkel a halála előtt odafordul a mellette lévő bűnöshöz, aki tényleg bűnös szemben Jézussal, és azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Nem az van, hogy jó, figyelj, most akkor még keres egy papot, meg, és fizes be az elmaradt egyházi adót, meg nem tudom is oda, és akkor utána, hogyha megvolt minden, akkor esetleg esélyed van valahogy, hanem hogy figyelj, még ma velem leszel a paradicsomban a szándék az akarat, hogy oda tartozzon, hogy Igen. Jézushoz tartozzon. És utána azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Mondja azokra, akik éppen megölik, akik ott keresztre feszítik, a főpapok, a katonák és mindenki. És atyám, bocsáss meg nekik. És hogyha belegondolunk abba, hogy Jézus a kereszten így tud imádkozni azokért, akik tényleg gonoszak és rosszat tesznek vele szemben, akkor talán megszülethet bennünk az a gondolat, hogy én is méltó vagyok Jézus szeretetére. Hogy én sem követtem olyan nagy dolgot, ami miatt ki lennék zárva az ő szeretetéből, az ő öleléséből. Ez gyakorlatilag a, a Jézushoz való visszatérés, tehát a minden másnak a lehasítása. A, nyilván tudjuk az egyháznak a fontosságát, de hogy egy valamilyen módon az egyháznak a lehasítása, hanem tényleg csak Jézusnak a középpontba hozása, és az ő hozzávaló így van oda simulás gyakorlatilag. Én azért remélem, hogy ha valaki végignézte ezt a videót, akkor nem gondolja azt, hogy mi bárki ellen beszéltünk. Mi szerettük volna megszólítani azokat, akik hozzánk hasonlóan átélték azt, hogy, hogy milyen nehézségeik vannak, főleg magukban, a szorongásokban, a, a torzisten képekből fakadóan, milyen nehézségekkel küzdenek akkor, amikor megpróbálnak Istenhez közelebb lépni és bízom benne, hogy legalább egy picit segítettünk ebben, és aki esetleg még szeretne, az majd csatlakozik hozzánk januártól az önismereti csoportban, Így amit van. mi fogunk vezetni. Így van. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lehet. Köszönöm ezt a beszélgetést. És nektek meg köszönjük, hogy néztek minket. Ez volt az Étadum csatorna. Kérünk titeket, hogy ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, ha még nem tettétek meg, illetve kommentelni, azzal is tudtok minket segíteni. Illetve, hogyha anyagi lehetőségeitek megengedik, akkor természetesen a leírásban található linken ezt meg tudjátok tenni, hogy anyagilag is támogattok minket. Köszönjük, hogy vagytok, sziasztok!